Sziasztok srácok, én Jusu vagyok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóban, amelynek a témája a Clash Royale lesz. Ugye folytatjuk tovább a sorozatunkat, megpróbálunk nulláról minél magasabb kupaszámra elérni. Ugye eddig kb. 4 meccset mentünk, ha jól emlékszem, 3-at vineltünk, hát egyet sajnos kikaptunk. Ez van, belefér. A lényeg az igazából az lenne ennek a sorozatnak, hogy minél gyorsabban föl kellene menni azért olyan 2000-3000 kupára, ugye teljesen előről megyünk gyakorlatilag nulla kártyával, nulla deckkel. Hát nyilván van deck, de az nem olyan, amit én szeretnék, úgyhogy kíváncsi leszek most ezekből a ládákból miket fogunk kapni. Jó lenne valami jó kis kártyát kapni. Beszélni meg majd megtanulok. Na nézzük, az első ládánk az egy silver láda volt, 17 gold, kaptunk archereket, kaptunk arrows-t. Igazából az nem olyan rossz, mert legalább kicsivel megint tudjuk talán fejleszteni majd a deckünket. Itt is szintén a gold, archers, nagyon jó, bomber, oké, arrows, hát ez gyakorlatilag ugyanaz volt. Na van egy gold ládánk is, ebből azért reménykedem, hogy lesz már valami. Goblins, knight, arrows. Oh, ho. És megkaptuk az első volkűrünket is, amit valószínűleg be is fogok majd tenni egyébként. Majd mindjárt megnézzük a decket, hogy áll. Itt van egy goldunk, bomberünk, spear goblinunk, illetve hoppá, egy mini pekkánk. Na ez így már átértékelendő. Ugye jelen pillanatban így néz ki a deckünk. Ebből kéne valahogy gazdálkodni. Questünk van. Ó, itt is van egy plusz ládánk. Nagyon király. Knight és Archers. Kircsi. Na nézzük, hogy áll a deckünk. Jelen pillanatban így, de szerintem én ezen fogok most módosítani, ugyanis ezt a pekkát azt én szeretném betenni, csak most egyelőre nem fogom tudni hova. Az erózunkat az biztos, hogy fogom... egy kicsit fejleszteni. Próbáljuk meg ezt most így, egyelőre nem fogom betenni se a volkült, se a pekkát. Meglátjuk, hogy így hogy fog szuperálni a deckünk. Szerintem kezdjük is az első mérkőzést. Bele is megyünk. Na nézzük. Ez nagyon durva ez. 89 kupán fájtolgatunk. Az első meccs már is elkezdődik. A gólemem az egyelőre nincsen, az nem túl jó dolog. Leteszünk akkor egy goblint. Aha. Nagyon király. Jön is a góleme. Szerintem azt meg fogom ki... Ide teszünk egy bombert, mert ugye gyorsabbak lesznek. Hátra egy baby dragont. És szerintem el is kezdünk egy giantet vinni. Remélhetőleg azért a bomber meg fogja tudni ölni a... az így jó is lesz. Ez így jó is lesz. Mindenki most hál' Istennek a giantre fókuszál. És szerintem ez most egy elég könnyedén beszerzett turret lesz, ha minden jól megy. Így van, le is fogjuk szedni, sőt, talán végig is fogunk menni. Hát, úristen gyerekek, az erőszak nem is kellett volna eltolnom. Na nem baj. Azért a princ az nagy úr. Neki is fogunk remélhetőleg menni, így van, neki is megyünk. Nagyon jó. Hát ez egy könnyű meccs volt. Nem hiszem, hogy ebből már vissza tudja fordítani. Gyakorlatilag majdnem, hogy esélytelen a szituáció. A következő pushra talán még le is fogjuk tudni hármazni, ha minden jól megy. Oké. Jó. Elindulunk egy muskétással. És... hát be fogjuk remélhetőleg fejezni. Hát nem fog giantet indítani még. Indítsak? Nem indítok. Inkább indítok egy hátsó pust. Nem biztos, hogy ez szerencsés volt így. Meg kellett volna várnom, hogy mit tesz le. Jó. Hát beáldozzuk azt az egy tornyot. Nem lesz ebben probléma. Hagyom is a francba. Elindulunk, és így most remélhetőleg tudunk egy hármazást csinálni. Ha minden jól megy. A giantünk gyakorlatilag fél HP-s. Benyomunk még egy prince-t, és akkor ez... szerintem ez ennyi volt. Hoppá. Ez megvan. Hármazni akarom a srácot, de... szerintem nem fogom tudni. Nem lesz rá időm. Ha csak nem indítok el még egy nagyon-nagyon gyors pust. Na, hogy aztán itt ő hármazzon nekem a végén. Az lenne aztán a szép dolog. Jó, elindulunk a princcel. Be is fogja fejezni szerintem. Elhúztunk mindenkit balra, a princ meg oda megy, az berobok jobb oldalt. Megvan. Oké. Jó, király. Na hát megvan a következő winünk. Hál' Istennek. SDGT, hát ez biztos valami Smurf account volt. Megvan a következő. 3 koronánk, mehetünk a következőre, nem is húzzuk az időt. Na nézzük, Humberto, no clan, 116 kupája van. Wow, kimondani is gyönyörűséges. Menjen megint ez a goblin. Első körben. Ó, na ez már érdekes lesz a sztori. Ez így már érdekes lesz. Ez egy elég jó kezdés, amit csinált. Elég erős. Valószínűleg meg is lesz egyébként a tornya. Vagy a tornyom. Na nézzük, hogy van-e. Ó, Baby Dragon ezeket tisztázni fogja. És ha nem tesz le volkült, akkor igazából meg is lesz ez a torony. Ha minden jól megy, és mehetünk rá a következőre. Így van, meg is van. Támadott egy elég agresszívat, de hát nem igazán jött be neki így utólag. Nem nagyon tudott mit csinálni, szerintem föl is adta. Nem adta föl, de gondolom nem sok elixírja van. Ilyenkor még egyébként én sem nagyon tudtam tartalékolni az elixíremet, így a játéknak ezen a szakaszában. Nekem is nagyon sokat kellett tanulnom, hogy egyáltalán képes legyek arra, amire most sem vagyok túl sokra képes, tudom, de azért valamennyire már úgy tudom nagyjából kordában tartani az elixíremet. Nem volt azért túlságosan nehéz dolgunk most sem, megyünk tovább a következőre. Nem is húzzuk az időt. Megpróbálom a Chrome Chest-et megcsinálni, hogyha minden jól megy. Nem tudom, hogy... hát, oké. Meg is kaptam a választ, igazából. Ó, és a Cycle Deck-kel próbálkozik. Szerintem itt sok kicsi lesz majd. Kitesszük a bombert is, hogy ezeket letisztázzuk. Mert azért ezek fájnak. És most ráadunk egy Skeleton Army-t. Szerintem meg is lesz. Ugye, amikor a Dragon, így van, dobja kifele a tüzet, azzal gyakorlatilag a környezetében levő Kispir goblinokat simán meg is tudtuk ölni. Ugyanaz a taktika, a Prince jobb oldalra benyomjuk, és szerintem meg is lesz ez is. Így van, végig is fogunk tudni menni, szerintem hármazni. Ha nem most, de a következő pushnál mindenféleképpen. Meg is van. Hát ez sem volt egy túlságosan bonyolult, szintén megvan a hármazás. Hát eddig az összeset hármaztuk. Reméljük, ezt a tendenciát meg is fogjuk tudni tartani. Menjünk rá a következőre. Jó lenne, hogyha ez is meg lenne hármazva. És akkor azért haladtunk előre elég sokat. Hát nem igazán... ó, nem igazán tudok most mivel kezdeni. Nem akarok Baby Dragonnal. Mert a Baby Dragont majd a muskétásra szeretném tenni. Oké, menjünk rá, rá fogunk menni. Baby Dragont beteszem hátra, hogy tisztázza itt a vizárdot és a muskétást. Szép támadás volt, de szerintem ebből tudok majd vissza is támadni. Ha minden jól megy, és ugyanaz lesz gyakorlatilag a szituáció, mint az előbb. Elindulunk egy elég nagy Skeleton Army-val, hát... béna volt a fire-je, fireball-je, és most erre mit mondjak? Kezdő még, ez valószínűleg ez a srác. Nem igazán tudja még, hogy mit mire kéne tenni. Hál' Istennek ez nálunk azért nem feltétlenül igaz. De meg is van a hármazás, és odaért, mielőtt még a Pekka leütötte volna a turretemet, vagy a tornyomat. Hoppá! Hoppá gyerekek, Magical Chest-tel indulunk. Hoppá! Na hát akkor a következő sztori az érdekes lesz, meg is van a 10 koronánk. Úgyhogy, hát ez barom érdekes lesz. Kíváncsi leszek, mit fogunk belőle kapni. Na nézzük a Crown Chest-ünket. Gemet fogunk, Spear Goblins-t, Arrows-t, Mini Pekkából megvan a 2-es, és megvan a Witch-ünk, ami nagyon-nagyon jó lesz, főleg ilyen szinten. Na, hát gyerekek, következőben Magical Chest-et fogunk nyitni. Drukkoljatok. Srácok, hogyha tetszett a videó, remélem, hogy élveztétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot a YusuTV-s Facebookra, ami ott van a videónak a leírásában, van Instagram is, ami kukac YusuTV névre hallgat. Folytatjuk tovább, igyekszem 2 naponta egyébként ilyen videókat tenni, vagy föltenni, és hát haladni előre. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a pár percben, és hát ne felejtsetek el Clash Royale-ozni, mert Hát én nagyon szeretem, és ti is szeretitek, tudom? Úgyhogy találkozunk nem sokára, én Yusu voltam. Sziasztok!